meg akartam győzni a feleségemet, hogy cseréljük el a lakást, mert szerintem ez kicsi, de ő nem egyezett bele, aztán tudja, mi lett a vége, jó éjszakát, gyerekek! Passzolj! 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 Felülök az ágyba, és kussolj! 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 Passzolj! Kussolj! Vagyok, kérem szépen, megmondták a hangot. Vagy ők tévedtek, vagy szimplán nagyot hallom. Vagy az is lehet, hogy nem értettem őket, mikor azt mondják, hogy fogdossam a nőket. Én normális vagyok, kérem szépen, mentális a nép. Még az EKG görbém is olyan egyenese szép. Én normális vagyok, a szekrény sem én gyújtottam fel. Csak háború volt benne, és kérték, hogy tüzelj. Ez egy fa. 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 Ez egy fa, fa, ez egy fa. Van is erről egy gyönyörű számom. Az új CD-de. Igen, el is küldtem a pápának a Vatikánba. Banco, Banco. Sacramentus, Fotos Christus, Apostolos. Kicsi vagyok, kicsi vagyok. Börtön ablakába soha nem süt be a nap, az évek tova szállnak, mint egy múló pillanat, ragyogon süt a nap, szikrázik a fény. Te nem jártad be azt a hivatalos utat, amin mi mindnyájan végig lépteltünk. Tragikus balesetnek köszönhetem a képességemet, semmi szükségem hülye iskolára! Addig nem állíthatod magadról, hogy pszichozsarú vagy, amíg az üllappal nem igazolod! Anyátok, na csál, leléptem! Egy pillanat, igen, nem ez nem jó. Megcsinálom! Az élet tele van kihívásokkal. Vágj bele tiszta fejjel. Ervinsz. Maximális fejfrissülés. Most következik a Csóki és Szerelem 104. része. Na, ettől most elmenekültek a pasik, és nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról. Tudta, hogy 4 nőből 3 szenvedettől élete során legalább egyszer? Doktor Badár, ez egy részöcske gyorsító, elképesztő teljesítményre képes. Itt van ez a könyv, beledobod, és már ott is van. Hopp, nem pont oda ment, de működik. Minden rendben? Igen. Szőke kapitány, pihen egy kicsit, és reggel rájön, hogy a cseló sokkal nagyobb teljesítményre képes. És azzal küldözgeti a könyvet. Csúszok haza, baby vagyok! Hú, lesz este ütközünk! Negro, a torok kéményseprője. Jó napot kívánok, Emese vagyok, az állásinterjúra jöttem. Üdvözlöm, Zoltán. Ígyunk egy kávét, jó? És Emese, van már banki tapasztalat? Igen, 5 éve dolgozom bankban, de tovább lépnék. Rengeteg ötletem van. Például? Számítottam erre a kérdésre. Arra gondoltam, hogy így fogadhatnánk az ügyfeleket, hogy érezzék, ők az ünnepeltek. De klassz! Már nem olyan szép fehér. Már teljesen szürke. Miért nem marad a fehér egyszerűen fehér? De marad! A Tomia szóda erejével a szálakat tisztává varázsolja, és a ragyogó fehérséget biztosít még számos mosás után is. A homoszexuálisok és te. Mostanság előtérbe került a homoszexualitás. De honnan tudjuk, mit higgyünk? Íme egy ismertető honnan tudhatja, hogy ki a meleg? Na és melyik a kedvenc Madonna számod? A Vogue jó szám. Ha a válasz eltér az meg kicsoda a kérdéstől, akkor az illető meleg. És Spori! Spori! Ah!
mit vetítesz? Ez nem sérülés, te kis szánalmas! Ha még egyszer hereverézésre kaplak, tényleg megismered az igazi kín! Lehetséges, hogy a sötétség erői legyőzik az emberiséget. Tudja az ördög. A helyedben nem erőltetnék. Hellboy. A gyógyítási módszere. Ez most nagyon fog fájni. Eltír a megszokottól. A modora. Ha fel akarja kelteni a figyelmemet, viseljen valami szexiset, mondjuk a falberjából kilógó tangáj. Elviselhetetlen. Miért gondolja mindenki folyton, hogy szarkasztikus vagyok? Ez remek hír. A zsenialitása. Mit akar csinálni? Teljesen. Cáfolhatatlan. Főszerepben a Golden Globe díjas Hugh Laurie. Töltsön egy órát Dr. House-szal. Apu buksi kiszökött! Le van szarva. Csinálták a szörnyét, hát berágott nagyon a doktor. Retteg az egész környék tőle, meg a furcsa dolgaitól. A kis vögyös asszisztensét klónozta 5-6-szor. De átkozza is, mert azóta szenved a prostata bántalmaktól. Buli van nála minden nap, mikor egy új donorra akad. Ha kezed fogsz vele, jobb lesz, ha megszámolod az ujjaidat. Csak rád a szájrát hozza rád. Dr. Frankenstein ma új szörnyeket gyárt, és mindből híres popstar lesz. Te egy sziszti pró vagy, én meg már 2 éve nős. Dolgozom természet fölötti erőben, így lettem kellett európai szuperhős. Ha tűri a lábam surranó, vagy puskán túl nagy durranó, és nincsen nálam füldugó, és vacsány rossz az ágyugó. Ha a molinóból nincs méreted, és felszabáltánk az ételet, s a húzza vállad már vacsákkal, megseregyel jó barátet vár. Tudj jó úgy vár rád, csupa formás gyönyörű lány, akik kedvelik a bakát. Mi volt ez a hang? Zotyó pukiza. Alig hallottam valamit. És te gyanútlanul és kiszolgáltatottan feltárod Virgó intakta ánusz rózsádat ennek a háborús bűnösnek. Rosszat sejtve így visszanézel még, mint a barom, akit vágóhídra vonnak, és azt mondja az én derék uromókusom, hogy most mondd, hogy komszomol. És te pedig így repülsz át a kezed. Hogy mehetnék vissza? Nem az vagyok, aki voltam. Emlékezz arra, hogy ki vagy. Te az én fiam vagy, tehát vérbeli király. Ne, várj! Ne menjél!